művészetnek van olyan képessége, ami meg tudja úgy érinteni az embert, hogy megváltozik, megerősödik, átalakul, meghatározza attól kezdve az életét, nem maga a művészet pusztán, hanem amit azon keresztül kapott. Ebben az évben többek között arra is emlékezünk, hogy Pilinszky János 100 évvel ezelőtt született, nekem például ilyen forrás őt. Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. Az egyik hozzám tartozik, a másik elhelyezhetetlen. Hát többek között ezt is írta, és ezzel tisztelettel megnyitom az ünnepséget. Úgy gondolom, hogy ez a színházi munkásságomra vonatkozott ez a díj, és bár még nagyon az elején vagyok, és úgy gondolom, és remélem, hogy még sok munkámban lesz részem, de jó elesett ez az elismerés, hogy ezt a kis munkákat is tudták így elismerni, és eznek számomra ez azt jelentette, hogy csináljam tovább, van értelme ennek, és lehetek még jó. Még a pályaválasztás előtt álltam, így egyetem szempontjából, és a Víg Színházban láttam a Jó embert keresünk előadást, ami nagyon nagy hatással volt rám. Így a látványvilág, a színészjátékok mind nagyon annyira egyben voltak, és annyira így hatottak, meg ugye az egy nagyon szép színmű, a Bertolt Brecht színműve, és már akkor megfogalmazódott bennem, hogy milyen jó lenne ilyen hatással lenni az emberekre, hogy részt venni ebben a munkafolyamatban, és akkor határoztam el, hogy akkor látványtervezéssel szeretnék foglalkozni majd a későbbiekben. Már kiskoromtól fogva az életem része volt a zene, a szüleim is zenélnek, az anyukám szolfés tanár. Ezáltal hamar bekerültem a zeneiskolába, és ott találkoztam Pap Laci bácsival, a cselló tanárommal. Ő volt az, aki megszeretette velem a hangszert, és mivel nagyon szeretem a gyerekeket is, ezért egyértelmű volt, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és úgy gondolom, hogy ez a zenetanítás az kiváló lehetőség, mert így ötvezi mind a két dolgot, amit szeretek, tehát zenélhetek is, és taníthatok is egyben. Szerintem alapból mindenkiben ott van a zene iránti szeretet, és az a nehezebbik feladat, hogy a komoly zenét, hogy tudjuk velük megszerettetni. Úgy gondolom, hogy nyitottnak kell lenni a mai világban arra is, hogy mindenféle stílust bevigyünk a zeneiskolába, tehát a kicsit könnyedebb stílusokat is tanítsuk nekik. Úgy gondolom, hogy még a gyerekek annyira kis nyitottak, hogyha tényleg szeretettel fordulunk felük, és érzik rajtunk, hogy mi szeretjük azt, amit csinálunk, akkor ezáltal így magukba tudják szívni ezt a komoly zene iránti szeretetet. Üres húrral kezdünk, jól lettik? Én D-húron vagyunk, azaz, és figyeljük az is a vállat. Én hiszem és tudom, hogy mindent Istentől kaptam, és ő vezet engem minden úton, és amikor elfáradok, vagy csak úgy érzem, hogy most reménytelen, vagy valami ihletforrás kell, akkor mindig hozzáfordulok, és tud adni nekem egy löketet, akár egy természeti ihletforrást, akár meglátok valami képet, és akkor úgy mindig segít engem, hogy újra, újabb ötletekkel, újabb tervekkel. Nagyon szeretek olvasni, és szeretem minden szónak a súlyát úgy elraktározni, és szeretek megállni így a rohanó világban, és megfigyelni. Nekem ugye az például nagyon fontos, hogy én például a jó atyát a természet által vélem felfedezni. Tehát nekem mindig is az úgy volt bizonyosságom, hogy létezik, amikor megfigyeltem az ő alkotásait, és például akár egy virágszírom is lehet egy nagyon jó jelmez, ilyen, hogyha visszatérünk erre a megfigyelésekre, és igen, ezt nagyon szeretek elmélyedni. Nagyon jó lehetőségnek érzem ezt a személyes tanítást arra, hogy a gyerekeknek a személyiségével is tudjak foglalkozni, tudjak velük beszélgetni, ők is azért nyitottabban elmondják a dolgaikat, amikor tudják, hogy csak én vagyok, és nincs ott a többi osztálytársuk, és így úgy érzem, hogy egy kicsit személyesebb kapcsolat tud kialakulni közöttünk. Laci bácsi, aki itt tanított engem, ő
Én mondta, hogy szeretettel vár maga helyett, hogyha elvégeztem az egyetemet. Nekem a legfontosabb, amit tőle láttam, az, hogy hogy áll a gyerekekhez, és hogy mennyire rálát bizonyos helyzetekre, anélkül, hogy konkrétan ki lenne mondva. Tehát ahogy belelát a gyerekekbe, a családi háttérbe, és mindig személyre szabottan kezelte a gyerekeket. Ez nekem nagyon, nagyon tetszett, és ezt nagyon fontosnak tartom. Azt hiszem, hogy talán ez még fontosabb, mint maga a zenetanítás. Az egyik legkedvencebb munkám az a örömünnep a Johann Sebastian Bachnak, ez egy nem létező, tehát így konkrétan nem volt meg ez az opera. Tehát ezt a Tarnóczy Jakab rendező találta ki, összefűzött kantáták, és ez a neve egy örömünnep. És az élesbemutatónak is nevezhetjük, és ez nagyon-nagyon jó volt, mert itt az egész látványvilágát én tervezettem a műnek. Filmeztél is, pontosabban egy film jelmeztervekben is részt vettél már, erről mesélj egy kicsit, mik voltak ezek? Igen, az első ilyen nagy lehetőségem az a The Witcher a Netflixen látható sorozat, egy könyv alapján íródott sorozat. Neves világsztár volt a főszereplője is, és a jelmeztervező is egy igen elismert brit jelmeztervező, és neki is dolgozhattam, és beleláthattam, hogy ilyen olasz, párizsi, vagy francia és londoni szabászok mellett is részt nézhettem a munkafolyamatot, és nagyon szuper anyagokkal dolgoztunk. És ez egy igazán jó löket volt, hogy kicsit így kitágítottam a világomat. Most a varrás tudásomat bővítem, meg ugye itt pont egy jelmeztárp vagyunk, itt láthatunk különböző technikákat is, ami a jelmezeken észrevető, kézi hímzések, vagy tehát ilyenekben is szeretnék továbbfejlődni, hogy én is jobban belelássam magam. Tehát amikor tervezésben vagyok, akkor ezt a kivitelezés részét is még jobban értem. Én azt szoktam mondani, hogy annál a cél, aki szeretni, senkire sem erőltetjük ezt rá, legalábbis én nem erőltetem rá senkire. Az cél, hogy megszeresse a zenét, és hogy komoly zenét kedvelő és szerető ember legyen, illetve én nagyon örülök, hogyha olyan gyerekek is sokáig tanulnak zenét, akik tudják, hogy kifejezetten ezzel nem szeretnének foglalkozni, viszont örömüket lelik benne, és szerintem ez is hozzá tud adni az életükhöz.